Szerdán este Brüsszelben személyesen egyeztet Boris Johnson brit miniszterelnökkel Ursula von der Leyen bizottsági elnök. A tét nem csekély. Ha a napokban nem egyeznek meg a vitás kérdésekről, január 1-én jöhet a kemény Brexit. Ebben az esetben vámokat vezetnek be. A helyzet nagyon trükkös, a barátainknak meg kell érteniük, hogy azért hagytuk el az EU-t, hogy több demokratikus jogot gyakoroljunk a saját dolgaink fölött. Nagy véleménykülönbség van a halászati jogok kérdésében, de a remény örök, és én személy szerint mindent megteszek majd, mondta a brit miniszterelnök. Kedden elhárult a Brexit egyezség egyik legkomolyabb akadálya, a brit kormány ugyanis jelezte, hajlandó visszavonni azt a jogszabálytervezetet, amely felülírta volna a korábbi válási egyezséget Észak-Írország esetében. A célunk végig az volt, hogy védjük a nagypénteki egyezményt, hogy megtartsuk a békét, a stabilitást és a jólétet az Ír szigeten, és hogy megtartsuk az uniós közös piac egységét is, mondta a bizottság alelnöke. Az Európai Parlamentben sokan tartanak attól, hogy nem sikerül időben megállapodást kötni az Egyesült Királysággal. Az Európai Parlamentben és a fővárosokban is nő a türelmetlenség. 3 héttel járunk az átmeneti időszak vége előtt, és nem tudjuk, lesz-e egyesség. Ne feledjük el, hogy a vészhelyzeti tervről szavaznunk is kell majd. Ez segíthet majd a kemény Brexit esetében, azonban a cégek és az emberek türelme egyre csak fogy, mondta egy holland EP képviselő. Boris Johnson szerdai személyes tárgyalása Ursula von der Leyennel elemzők szerint az utolsó alkalom lehet egy kereskedelmi alkú megkötésére.